Hello, sziasztok! Üdv a Fafaragó műhelyben! Mostani videó egy újabb Fafaragó vlog lesz, amiben egy pár dolgot el fogok nektek mesélni. Bemutatok egy-két újdonságot, amiket az interneten láttam, és mindazokat, akik érdeklik a fafaragást, ezek a dolgok érdekelni fogják, valamint lesz egy nyereményjáték is, hogy ezekről a dolgokról fogok beszélni, hogyha ez érdekel titeket, akkor maradjatok. Nos, kezdjünk is neki. Ebben a videóban három témáról lesz szó, ami fafaragást érinti. Az egyik egy újfajta érszög, egy kialakítás. Utána lesz egy fafaragó segédeszköz, ami fafaragó tál, majd megmutatom, és pár szó prémium baltákról. Úgyhogy kezdjük is elsőnek ezzel az újfajta érszöggel. Én először kb. Két éve találkoztam ezzel a fajta érszöggel. Mostanra már elég elterjedt és népszerű lett azok között a kés készítők között, akik kimondottan faragókéseket készítenek. Na most ezt az érszöget úgy hívják angolul, hogy flat over hollow, amit magyarban talán úgy tudnék lefordítani, hogy a lapos a hol keresem, valami ilyesmi. Ennek az érszögnek az a lényeg, hogy összekombinálják a lapos élezést és a hol keres élezést. Csináltam róla egy egyszerű rajzot, valahogy így néz neki. A fafaragásban fafaragásban a skandináv élezésű kések dominálnak, mint például ez is. Ezek a legelterjedtebb faragó késformák, amiket, hogyha félbe vágsz, ugye akkor így néz neki a skandináv élszög. Ez a penge is teljesen egyenesen szögben érkezik le az élcsúcsba a két él. Na most ez az újfajta élszög, ez a flat over hollow, ez valahogy így néz neki. Látjátok? Ez azt jelenti, hogy a lapos élbe van benne egy holker. Természetesen nem ennyire van elnagyolva, ez csak az ábrázolás miatt készítettem. Nekem még nincsen ilyen késem, még nem volt ilyen a kezemben, de nagyon tervezek ennyit beszerezni már. Ennek az a legnagyobb előnye, ha nagyon-nagyon élesen lehet tartani, és az élszöget nagyon jól tartja, és nagyon könnyű élezni. Faragásnál is nagyon pici az ellenállása ennek a késnek, hiszen ahol van benne ez a holkér, csúcs és az él kezdése között, hogy minél kevesebb ellenállásba ütközik bele a kés, annál könnyebb lehet vele faragni. És érdekességként megjegyzem, hogy ezt a fajta élezést, élszöget nem csak sima késeken alkalmazzák, hanem kanálvájó késeken is, ívelt pengéjű késeken is készítik. Amit én szeretnék, már régóta szemezgetek vele, az egy nagy csanakvájó kés, ami körülbelül általában ekkora markolattal rendelkeznek, hosszú markolattal rendelkeznek, és egy nagy ív van a végén. Egy ilyesmi kést tervezek beszerezni, és ezzel a fajta érszöggel. Úgyhogy az amint meg lesz, majd azt is meg fogom nektek mutatni, hogy eléggé kíváncsi vagyok rá, hogy fog szerepelni. Csak jókat hallottam róla, és ahogy mondtam, már kezd elterjedni, úgyhogy egyre többen használják. Biztos, hogy egy jó dolog. Magyarországon nem tudom otthon mennyire ismerős, vagy mennyire ismert ez az élsző, úgyhogy ezért gondoltam, hogy ebben a videóban mondok róla egy pár szót. Úgyhogy ez lett volna ez az újfajta élszög, éltípus. Következő lesz a fafaragó segédeszköz. Következő dolog, amit szerettem volna nektek megmutatni, és beszélni róla egy pár szóban, az a fafaragó tál, ami szerintem egy szuper dolog, és elég mobillá teszi a fafaragó mestert, ha lehet így mondani. Ez elsősorban kanálfaragóknak egy nagyon jó dolog. Kanálfaragás ugye chopping blokkon, egy fa blokkon történik, amin elkezdesz dolgozni, ezen tartod az anyagodat, baltával ugye ledolgozod róla a többséget, a nagyját, és ugye ehhez mindenképpen kell neked egy blokk,
amin ezt az első műveleteket el tudod kezdeni. No, ami nekem van, ez egy elég testes jószág, kell, hogy nehéz legyen, hogy a súly megtartsa az egész blokkot, egyszerűen ne imbolyogjon. Most ez a fafaragó tál, ez szerintem marha jó dolog. Képzeljétek el egy fatálat, amin egy öv van rajta, ezt az övet magatokra tudjátok csatolni, és ez a tál itt marad az övetekben, és ugye ezen tudtok dolgozni. Magát a tálat, azt ugye a lábatokon tartjátok. Ahogy láttam a képeket, ennek a tálnak peremei voltak, ahogy elkészítették, ami megakadályozta a faanyagot, miközben dolgozó rajta, hogy lecsúszson az oldaláról. Valahogy olyasmi képen, mint ahogy nekem is van itt ez a kis kocka fafaragó tuskomnak a végén. Ugye egy ilyesmi kialakítás volt körben ezen a fafaragó tálon. Nekem marhára tetszik ez az elgondolás, főleg azért is, mert szeretek kijárni, kirándulni, kújtorogni, és ha van lehetőségem, úgy akkor leülök faragni. És sokszor vagyok úgy, hogy nem találok kimondottan olyan helyet, ahol le tudnék ülni faragni, mert nem tudom elkezdeni a faragást, mert nincs mire letenni a kezdőanyagot. Na most egy ilyen tálat be tudok tenni a hátizsákon, be tudok magammal vinni, bárhol leülök, úgy el tudok vele kezdeni dolgozni. Ez az egyik előnye, a másik pedig az, hogy nagyon sokan, akiknek még ekkora helyük sincs, mint nekem, hogy farigcsáljanak, vagy egy ilyen faragó blokkot a konyhában tartsanak, őnekik ez egy nagyon szuper megoldás, hiszen ezt be lehet rakni bárhova, nagyon kis helyen elfér, könnyű, mobil, tényleg csak fölcsatolod magadra, és már dolgozhatsz is rajta. Az ilyen apróságoknak én nagyon tudok örülni, amikor tényleg ilyen egyszerű, de nagyszerű ötletekkel valaki előáll és segíti a fafaragókat. Szerintem ez egy szuper dolog. Na, ez lett volna a második. És akkor jöjjön a következőben a Pászol Premium baltákról. Jó, a mostani rész pedig egy pár szót szeretnék szólni a Premium baltákról. Most ebből a felsorolásból, vagy megemlítésből kihagynám a svéd baltákat, a Hutafors, Kranzfors és a többit. Amennyire én gondolom, ezek nagyon jó termékek, de nem, még nem a prémium kategóriába tartoznak, legalábbis az én meglátásom szerint. A prémium termékekről egy pár céget, vagy készítőt szeretnék megemlíteni. Tőlünk keletre, Ukrajnában és Oroszországban a Fadir Tools és a Petrograd Tools kis cégek, amik nagyon ráálltak ezekre a friss fa feldolgozó szerszámokra. Baltákat, késeket, vonókéseket, gyalukat, mindenféle szerszámokat készítenek nagyon jó minőségben, prémium kategóriában. Főleg a Fadir Tools, akik ezekre a prémium kategóriára nagyon ráfeküdtek, majd beteszem az elérhetőségüket, nézzetek körül az oldalukon, amik baltákat készítenek, azokkal tényleg le a kalap előttük. Nagyon szép termékeik vannak. Aztán tőlünk nyugatra, Amerikában és itt Nyugat-Európában is vannak nagyon sok. Itt elsősorban inkább az egyedi, mint például otthon Magyarországon is, ezek az egyedi készítők, amik jellemzők, mint sem tőlünk keletre ezek a kis cégek, amik létrejöttek. Nyugat-Európában inkább egyedi kovácsok, akik népszerűek lettek és ismertek, befutottak a termékeikkel, mert prémium kategóriát készítenek. Akik Instagramot használnak, ők lehet, hogy már ezekkel a termékekkel valahol találkoztak, megismerkedtek. Jason Lonon az egyik, Hoffman Tools másik, ők azt hiszem amerikaiak, meg még van egy pár, majd linket beteszek alulra a kis dobozban, amiben láthatja, amiben felsorolok egy pár készítőt, a weboldalukat meg lehet nézni, hogy milyen termékeket készítenek. És ahogy én látom ezt a dolgot, ezekkel a prémium kategóriák, ahogy így egyre elszaporodtak, tényleg gomba módjára az elmúlt pár évben,
amennyire én látom, ez a igény, kereslet, kínálat, egyre nagyobb igény van rá, úgyhogy ezek a termékkészítők is egyre nagyobb, egyre jobban elszaporodtak, lehet így mondani, nem rossz értelemben. Ami tulajdonképpen jó dolog, hiszen ugye az emberek egyre többen kezdenek bele a fafaragásba, ami szerintem jó, szerintem egy jó dolog, és egyre több embernek van igénye a minőségi termékek felé, prémium kategóriás termékek felé. Nem elégszenek meg az olcsó kínai szarral, lehet így mondani, hanem valami olyasmit szeretnének használni, ami nem csak hogy jó, de mellette szép is. Valószínűleg ez, ahogy én látom, ez történik, legalábbis itt mi felénk. Egyre több embernek van igénye ezekre a prémium kategóriás termékekre. No, akkor ez lett volna a híradó része a dolognak. Ezt lehet, hogy egyébként rendszeresíteni fogom, legalábbis havonta egyszer csinálok egy ilyen kis híradó-szerű vlogot, amiben fafaragással kapcsolatos újdonságokat megemlítek. Úgyhogy ennyi lett volna ez a része, akkor most egy pár szóban beszéljünk a nyereményjátékról. Gondolom ez érdekelt titeket a legjobban. Nos, ez lenne itt a nyereményjátéknak a nyereménye. Kaptok egy szép juharfából készített kanalat. Kicsit meg van sütve, van egy ilyen szép aranyos színe, lenolajjal le van kezelve. Pofás kis evőkanál. És akik figyelik a csatornát, egy korábbi videóban már találkozhattak ezzel a baltával. Ez a Bison Hunters Hatchet X, amit kicsit átdolgoztam, újra nyeleztem. És egy picit javítottam az élen, az élszögön is, kicsit feldolgoztam. Még mindig hasító balta, hasító az élszöge, viszont került rá egy kis másodlagos élszalag, ami jobb élt ad neki, és könnyebb élezni is. Kör is fanyele van, diópáccal van lekezelve, attól lett ilyen a színe. 500 g-os a fejtömege, ami szuper, Magyarországon ezt az erdőbe ki lehet vinni, lehet hordani túrázáshoz. Nagyon jó kis tábori balta nyújtós hasegotáshoz, tökéletes. És jön hozzá egy kis bőr tok élvédő is. Nyugodtan el lehet rakni hátizsákba, nem kell attól félni, hogy kivágja a táska oldalát. Na, szóval a nyeremény játékhoz. Fokanál is egy balta erdőjáróknak. Ezt kapjátok tőlem karácsi ajándéknak, akik a nyeremény játékban részt szeretnének venni. Ők írjanak egy kommentet, amiben leírják a véleményüket erről az egész videóról, amiket elmondtam, mi érdekli őket, mi nem érdekli őket, tetszette nekik. Plusz tegyék hozzá, szeretnének részt venni a nyereményjátékban, és ugye legyetek feliratkozva a csatornámra. A sorsolás, ahhoz szerintem várok karácsonyig, december 24-én fogom megcsinálni a sorsolást, és majd 25-én napközben a közösségi oldalra fogom kiposztolni, hogy ki nyerte meg ezt a baltát, utána pedig majd elveszem a kapcsolatot a nyertesről, és megbeszéljük, hogy hogyan tudom eljutatni hozzá. Úgyhogy, akkor maradjunk annyiban, hogy mivel karácsonykor 24-én, december 24-én lesz a sorsolás, akkor maradjunk annyiban, hogy december 23-áig lehet jelentkezni rá, lehet egy
kommenttel hozzászólni a videóhoz, amiben elmondjátok, hogy szeretnétek részt venni. Úgyhogy mától december 23-áig él a játék, 24-én lesz a sorsolás, és akkor 25-én pedig kiposztolom a nyertest, hogy ki nyerte ezt meg. Úgyhogy azt hiszem, ezzel be is fejezhetjük a mai videót. Ja, remélem tudtam egy pár érdekes dolgot mondani nektek, főleg akik a fafaragás iránt érdeklődnek. Sok sikert a nyereményjátékhoz, előre is sok sikert a győztesnek. Kommenteljetek, beszélgessetek. Ja, ennyi lett volna a mai videó. További szép napot, minden jót, sziasztok!